A GFK évek óta több mint 20 éve méri a magyar háztartások napi fogyasztási cikk kiadásait, így többek között a friss hús kategóriákat, beleértve a sertéshúst is. Magyarországon a háztartások éves szinten több mint 900 milliárd forintot költenek el friss áru kategóriákra, és ennek harmadát adja a friss hús kategória. Ami fontos talán, hogy a fogyasztók körében egyre népszerűbb a sertéshús, évek óta azt látjuk, hogy éves szinten egy olyan 3-5%-kal nőtt a megvásárolt sertéshús mennyisége. Különösen jelentősebb volt a növekedés 2016-ban a sertés áfa csökkentése időszakában, azonban a 2017-es baromfi áfa csökkenés az pedig a baromfi felé mozdította el a vásárlási szokásokat, és egy picit vissza esett a sertéshús. Ebből bebizonyosodik, hogy a fogyasztó egy dologra érzékeny, az árra, és azonnal reagál azokra a változásokra, amelyek az árat befolyásolják. A friss sertéshús esetében a legfontosabb beszerzési forrás még mindig a tradicionális kereskedelmi formátum. Az egyik legjelentősebb súllyal a húsboltok rendelkeznek, a modern formátumok közül pedig a hipermarket és a szupermarket a legfontosabb beszerzési forrás.